az ötlet, amit kigondoltam, hogy a paradicsomok ne álljanak nyakig a vízbe megint, ha sok eső esik, felhúzok ide egy bakhátat. Szóval bakhátas termelést fogok csinálni, és méghozzá úgy gondoltam, hogy meghúzok egy jó széles bakhátat, ahol hát nem egy sorba, hanem két sorba rakom a paradicsomot, de így ezébe így, hogy mondjam nektek, hogy egyet ide, és akkor így, így keresztbe, hogy azért legyen elég helyük, meg elég sűrűre is tudjam rakni. És igazság szerint lehet, hogy nem is lehet, hogy kettő bakhátat kellene inkább csinálni, nem egyet középen, hanem két szélre, és akkor még több helyem lenne. De viszont meg kell csinálni nekik azt is, hogy fel lehessen kötni a paradicsomot, ugye? Hát mindjárt bemegyek, megnézem hány paradicsom van, hány palánta, és úgy döntöm el, igazság szerint inkább azt szeretném, hogy középen legyen a bakhát, és a két oldalára, ami úgymond út marad, meg oda leszórok fa mulcsot vékonyan útnak, és a két oldalának, a fa mulcsnak, oda pedig rakhatok itt sorba virágokat. Na, milyen ötlet, mit gondoltok? Érdekes, hogy én soha nem előre tervezem meg a kertemet, hanem így, így menet közben gondolom ki. Mert előre soha nem tudom megtervezni, hogy mit, hova, meg így, és akkor így menet közben, így ahogy az időjárás adja, az időjárás, meg milyen vizes a terület, meg ilyesmi, ez így kiadja nekem, hogy mit, hova, mikor, mi a legjobb, de szerintem ez a bakhátas kigondolás, ez eddig a legjobb, amit így kigondoltam. Nem csak az a baj, hogy eltört a gerebjémnek a nyele, úgyhogy elég szopatos lesz ezt most így feltölteni gerebje nélkül. Na mindegy, mindjárt meglátjuk, hogy mit tudok alkotni. Jó, átjártam, szóval a közepét kevésbé adagoltam meg a géppel, viszont a két szélét jó átjártam, hogy ki tudjam húzni onnan az anyagot. Na, szóval ez így a kigondolásom. Aztán majd látjuk. Persze, ja, fel kell állítani a háromszögeket is, amire felfuttatjuk a paradicsomot. Az a baj, hogy az asszonynak fáj a keze, nem tud idejönni. Jó lenne, vagy ott meghagyjam. Nem is tudom. Szóval az idén nem akarok felfuttatni babot. Viszont a csajaténak kell valami, amire felfuttatom. Ja, akkor az ott marad, ott le hátul ezt a csajote akkor, ott jó vizes a talaj, úgyhogy a csajote olyan helyen lesz. Trágyát még mindig nem tudok hozni, mert nem működik a traktorom, de majd mindjárt megszórom egy kicsikét, amit vettem trágyával itt a területet a paradicsomnak. Meg már szórtam is ki. Na, aztán látjuk, jó? Csináljuk tovább, hogy mi lesz. Meg kimecsem a helyet a paradicsomnak, és akkor mit tudom, egy-két hét múlva, ha már tudjuk, hogy lesz fagyos szentek, vagy nem lesz, akkor ki is lehet ültetni. Ugye ezt mit vettem észre? Javul a színe a földnek. Most már nem olyan sárga agyak, hanem kezd javulni. Ja. Lassan, de biztosan javul az állaga. Így gondoltam ki a bakhátat. Nem tudom, látjátok, hogy mekkora lett. Hát, körülbelül mit tudom, talán 15 centi magas. És akkor így a paradicsomoknak lesz elég hely a gyökérzetnek. Még ha a gyökere kap is elég vizet, vagy túl sokat
nem az egész paradicsom fog víz alatt állni. Tavaly az volt a baj, hogy nem a gyökere volt a vízbe, sok vizet kapott, hanem 20 centi mélyen állt az összes növény benne a vízbe. Szóval akármennyire ellenálló fajta, betegségekre, meg paradicsom rothadásra, meg ilyesmire, azt azért senkinek, vagy semmelyik paradicsom nem fogja kibírni, hogyha vízbe rakod és megpróbálod vízbe nevelni. A paradicsom az nem rizsa. Na, most fel kéne még állítani a háromszögeket, viszont van, amelyik eltört, meg egy kicsikét nagy a szél hozzá, ezt tehát most izélni, baszogatni, meg azon gondolkozok, hogy jó a másik oldala, most a másik föld az még nem érdekes, meg nem is akarok most még vele rakni semmit. De azon gondolkozok, hogy a rotát följebb állítom, mert most mély rotálásra van állítva. Följebb teszem a rotát, és megnyomatom egy kicsikét, hogy meglazítsa a földet. Mert azt hiszem jövő héten megint esőt mond, és akkor lehet, bár most se volt jó, szóval most se engedte el a vizet, mert vetettem kukoricát, kihúztam a sorját, és azonnal ott volt a víz. Szóval, de azt hiszem, hogy a mozgatás, hogy az ember mozgatja ezt az agyagot, csak nem tud annyira összeállni, csak valami től egy kicsikét lazább lesz, nem? Ez is megvan, megrotáltam. Csak mélyebbre rotáltam. Szóval, nem túl mély különben mélyebbre, nálam a nem mély az a izé, az a tetejét megkacirkálni, ilyen mit tudom, 5 centi, a mélyebbre meg 15 maximum. Szóval különben nem volt, csak 10, azt hiszem 10 centire volt leeresztve most a gép. A rotálás közben arra jöttem rá, hogy ez marha jó megoldás volt kigondolni tőlem ezt a bakhátast, mivel ezt fogom csinálni amoda is. Mindig azt a területet, amit bevetek, azt megemelem bakhátra. Szóval babtól kezdve mindent, ami ide jönnek erre az oldalra, mindet meghúzok bakhátra. És akkor szerintem működni fog. Ja, mert akkor nem lesz túl vizes, esetleg sűrűbben kell locsolni, mert bakhát azért hamarabb kiszárad. De azt hiszem, ez lesz a megoldása a dolgoknak, és akkor mindig, ahol lesz az út, ott beszórom famulcsal, és akkor az évek alatt így a famulcs is bele rohad a földbe, úgymond. Szóval ezt gondoltam ki. Aztán elfelejtettem, hogy én vetettem ott két sor kukoricát, és sajnos az egyik sorba belerotáltam. Úgyhogy az egy kicsit kacifántos lesz az majd. De hát ez van. Na jó van, szóval ez így a bakhátas megoldás. Más nem tudok nektek mutatni most így hirtelennyébe. Az egyik cseresznyefának lemetszettem a tetejét, mert hát nagyon nyurga volt. Szóval az egész fa olyan kuszán nő. Nem tetszik, ahogy kinéz. Az a helyzet, hogy mikor osztrákban ültettem cseresznyefát, kettőt, és azok olyan gyönyörűek lettek. Ez egyik se, szóval a kettőből egyik se tetszik nekem, nagyon nagyon kusza kinézetük van mind a kettőnek. De majd adja magát, nem? Amúgy is szeretnék még cseresznyefát hozni. Csak nem ide, hanem a másik felére. Nem tudom, lehet, hogy ide is elfér még egy, kettő, három. Kigondolom magamnak, hogy még hova férnek el itt fák. Na, jó van. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok. Ja, holnap május 1-e. Tudjátok, megyünk vonulni fel. Jöjjön május 1-e.